Szép jó napot kívánok minden kedves nézőknek, jó főzést kívánunk. Mai vendégemtől, Kaszás Géza mesterszakástól azt kérdezném meg, hogy milyen fűszer illik leginkább szerinte a mogyoróval készült pórihagyma krémleveshez? Hát az én véleményem szerint és az összes tapasztalatomat, mely az idők során ugye rám halmozódott ugye benne itt a fejembe, akkor elfogadják, akkor a koriandert ajánlanám, a kajenborsot és természetesen a petrezselymet lehet szárított formában is. Köszönjük szépen, akkor ezt mutassa meg. Thank you. Hát akkor lássunk neki, tehát hozzá kell, hozzávaló kell a leveshez egy kis pórihagyma, amit szépen fölaprítunk. Persze lehet lassabb mozdulatokkal is, vagy gyorsabb mozdulatokkal is, az a lényeg, hogy a hagymát vagy félfőre, vagy karikára vágjuk fel. Az így felvágott hagymát ezután olívaolajra tesszük. Ha már hagymát tartunk, azért kell hozzá még vörös hagyma is. Bizony, mert a van a tarisznyába, és kell hozzá fokhagyma is, természetesen azt is. Tehát végül is ebben a levesben három hagyma kombinációját fogjuk kihasználni, ugyanis mind a porénak, mind a vörösnek, és mind a foknak, mármint hagymáknak, más-más ízük van. De ezeket kombinálva remek ízt kaphatunk. Először is úgy kezdjük, hogy a felhevített olívaolajon lepirítjuk ezeket a hagymákat. Így. De egyébként, ha vendégeket várunk, vagy vendégeknek főzünk, akkor hát ne nagyon tegyünk bele vörös hagymát, mert az inkább erősebb és fűszeresebb ízt fog adni, mintha csak póréból készítenénk ugyanezt a levest. A fokhagymát viszont egy praktikus fokhagyma nyomóval helyezzük el. Íné. Beleteszem, és visszatérve a korianderra, hogy a koriander ízét megfelelően ki tudjuk nyerni, a következőre van szükség. A felhevített olajra kell rászórnunk, hogy egy kicsit megpörkölődjön. Ez a fűszer. Ezt így fogjuk elérni, hogy oda szépen a hagymának fogjuk rászórni. A koriandert lehet ilyen bátran használni? Igen, bár ez is igen erős és erős intenzív, erős fűszer, de ha igen. A főzés elején tesszük bele, mint ahogy a levesnél tesszük, akkor nem lesz annyira érezhető az íze, mint ha mondjuk a végén tennénk bele. Így. Lázár, ha megengeded, én kutterolom a magyarót. Kvázi belehelyezem ebbe az őrlőgébe. Na, ez a legjobb helyre mentél. Kutterolja csak. És nézem. Jaj, elfelejtettem mondani, hogy nekem már van olyan. Ne haragudj. Azért jó, hogy bemutatod, hogy hogy kell használni ezt a kutszert. A gép jó. Tehát a lekutterolt földi mogyorót is hozzáadjuk, és tovább pirítjuk a hagymával. Így. A földi mogyoró egyébként az ét... Tessék. Jó, igen, így akartam. Tehát ezt szerettem volna mondani, hangsúlyozni, hogy a mogyorót mindenféleképpen tett bele. Tehát a földi mogyoró a hagymának ezt az erős és intenzív ízét, ami a korianderrel és a kajenborssal együtt ad, ez egy kicsit visszatompítja, tehát nem lesz erősen annyira ilyen intenzív a hagyma íze. Tehát ez a mogyoró szerepe a levesben. Mellette megsűrítő anyagként is szolgál. Meg egy pikáns ízt is ad neki. Ahogy lepirul. Na, jöhet a tejfel. Egy kis kajenborshoz mit szólsz még? Az mindenféleképpen. Egy kis tejfel. Így. És szépen ezt kikeverjük előtte, mielőtt hozzáadnánk, egy kis meleg zöldséglevessel. Így. Elhabverőznéd, hogyha megkérlek? Igen, arra, köszönöm szépen. Én meg ahogy egy kicsit elbírult a kajenbors, fel is öntöm a zöldséglevessel. Célszerűet használni, ezt kockából nyertük most éppen. Ami igen egyszerű, és ha nincsen otthon megmaradt húslevesünk, akkor nagyon jól helyettesíteni tudja. Így. Ezt is elkeverjük, és egy olyan 1-2 percig főzzük, illetve összeforraljuk. Ezek után már csak egy dolog marad, a tejfelen kívül. Ez igényel, hogy ki ne menjen. Igen. Az pedig a petrezselyem, amelyet én akkor bele is raknék. Mert hogy a petrezselyemnek is kell egy bizonyos oldódási idő, amíg kioldódik szépen a levesünkbe. Tehát ezt mondjuk azért érdemes időzíteni, mert ha túlfőzzük, akkor a petrezselyemből mindenféle illó és aroma anyagot kioldunk. Igen. Hogy áll a tejfel? Hát akkor gyönyörű. Ez hogy áll? Ez maga a... Jó, krémes, akkor adjuk hozzá, én közben keverem. Hát a tejfel, belemet végig az egész. Igen, gyönyörű. Tehát itt, mint ahhoz azt láthatták, nem használtuk a sűrítéshez lisztet. Azért tettük ezt, mert hiszen ezen a héten a reformételekről van szó, és akár a főzelékekről, akár a levesekről beszélünk, ne a liszt, hanem a zöldség, illetve a jelleget adó anyag sűrítse a levesünket vagy a főzelékünket.
Persze, gyakorlatilag ezt a tűzhely már elnézi. Most a hagymáról van szó, illetve a magyarról. De gyakorlatilag elkészül a pikáns, nagyon finom kedvenc levesem, azt hadd tegyem hozzá. Pedig fejlé van kedves nézőink figyelmét, hogy küldjenek nekünk recepteket, hiszen a legjobb receptek beküldői megkaphatják a receptgyűjtemény immáron második kötetét. És nem is beszélve arról, hogy elindult a tejszínes receptbajnokságunk, ismét van egy tejszínes receptbajnokság, ahova október 18-áig várjuk Önöktől a tejszínes recepteket, de most jön a lényeg, figyeljenek, a receptnek nevezzék el. A legfantáziadúsabb névadók között pedig kisorsolunk október 21-én egy mindentudó háztartási robotgépet egy tejszínes kosárral. Egy gyors tálalás. Igen, közben a leves is elkészült. A tányér természetesen fantasztikusan kiemeli majd a leves színét. Úgy. És ez természetesen barna vagy félbarna kenyeret ajánlunk, hogy fogyasszanak, és akkor tartják be az igazi reformérkezést. Egyébként ez a leves hidegen is nagyszerű, illetve hidegen is frissítő. Hát még melegen készítsék kell, fogyasszák egészséggel. Viszlát! Közelebb velünk tartanak, megismertetjük Önöket egy újabb reformételrel, ami nem lesz más, mint a kapros lében úszó halacsok. Vad vízelvezések nagyon figyeljenek, hiszen a hal vízben úszik, a rizs meg vad lesz, úgyhogy ezt az ételt Önöknek ajánljuk elsősorban. Ha ezt félreteszem, és mondjuk egy másik serpenyőbe kicsit reform módon gondolkodunk, akkor ez annyit tesz, hogy veszünk egy darab kavajat. Tehát nem zsírt. Igen. Egy darab kavajat, és azt a halat, amit már beborsoztunk, besoztunk, ebben a kis, sőt, azt még föl is vághatnánk, hogy azért mondjuk ilyen nagyobb darabokra, akkor ebben fogjuk elkezdeni sütni. Tehát már ez egy, már egy igen látványos különbség. Géza, ezt a halat, ami olajban van, én ezt a hátra viszem, mert ugye hát két tűzhelyünk van. Jó. Istennek. Kíván ecetet ez a hal szerinted, vagy nem? Nem, ennek itt most meg fogjuk sütni. De ez. Ez a hal, ebben a szép csodálatos vajat kíván. Már jöhet is bele. A második fontos mozzanat, amikor a halunk már sül, így vagy úgy, akkor a mártás. Kétfajta mártás készíthetünk, ugye? Az egyiket liszttel sűrítjük, a másikat pedig tönköly búza liszttel. Ebből is meglátják, hogy mi lesz a különbség. Tehát gyakorlatilag azt már most összegezhetjük, hogy a reform étkezés abban különbözik a hagyományos étkezéstől, hogy másféle alapanyagokat, tehát egészségesebb alapanyagokat használ. Alapvető dolog. Igen. Na most én ezt szépen... Közben jön a kapor, igen? Ami mind a két ételnél ugye szerepet játszik, kapor. Tehát a fűszer. Kapor. Ez sem mindegy, hogy mikor tesszük rá. Hát alapvető szabályként fogadják el, hogy a kaporot, ha mártást készítünk, akkor ne főzzük bele az ételben, hanem csak a végén tegyük hozzá, mert egyébként túlságosan kifőzzük bele azt a kellemes fanyar ízt, amivel a kapor rendelkezik. Pontosan. Na tehát így most már elkezdett itt sülni szépen lassan, nem erősen. Közben fölvágjuk a citromot. És ezzel is egy kis citromlevet viszünk az ételbe. Továbbá használunk hozzá egy kis finomra vágott citrom hagymát. Citromkarikát szeretnél? Nem, csak félbevágott citrom, csak úgy a cseppeje lenne szükség. És szépen rátesszük sülés közben a finomra vágott vörös hagymát. Lázár! Tessék! Oda csukta! Jaj, bocsáss meg! A hosszú kötényel megesik. És mindig ilyen rövidre szoktam kötni azért, mert tényleg így vagy belelóg, vagy mi ezt Önöknek is tanácsoljuk kötény esetében. A kaprot már tehetjük szerinted? A kaprot már tehetjük, hiszen ezt a halat nem fogjuk teljesen átpirítani, hiszen nem tettünk rá lisztet, hanem meghagyjuk benne a nedvességet, és ezáltal a hal így sokkal jobban érvényesülni fog az ételben, mint amikor így. Na most ez pirul vagy nem pirul? És ne felejtjék, hogy a kapornak meglehetősen erős aromája van, úgyhogy a nadagolással csínyen kell bánni. Már pirul. Visszatérve a mártásunkra, mert hogy ez a hal így már el is készült, nézzék meg, nincs más dolgunk, mint hogy összekeverjük a vadrizssel.
Hát akkor ezt megtennéd, Géza? Igen, természetesen. Köszönöm. És akkor én meg megnézem, hogy ez a hagyományos halunk hogy készül. Igen, ő már itt sül rendesen, úgyhogy már itt elég jól sül. Nézzük, a szép olaj van, meg is fordítom, így. Tehát ez a módon, így gyönyörű. De ezzel már akkor el is megyünk, hiszen azért ez is elkészül. Igaz, a olaj mennyiség egy kicsit több rajta, de hát ez így szoktuk otthon, ugye? Hát, hölgyeim és uraim, így szoktuk. Tehát íme a két étel, ami végül is ugyanaz. Abba jön még egy kis zöld petrezselyem, vagy zellerzöld, és akkor megmutatom a mártást. Tehát ehhez úgy készítjük a mártást, hogy ezt már egyből meg is tálaljuk. Így. Nézd, ezt kiszedeld esetleg ebben? Igen, te vagy akkor a reformtálaló, én meg most a hagyományos tálaló. A hagyományos tálásnál persze ugye azt szoktuk csinálni, hogy kivesszük a halat szépen egy szép tányérra, és... Milyen szép tányért találtál azon? Hát igen, most alkalmaz illően, tehát a hagyomány ugye, hogy egyik oldalra tesszük a húst vagy a halat, kicsit még a zsír is csepeg, ugye? A másik oldalra ugye meghalmozzuk a rizst. Így. A végén mindenki eldöntheti, hogy esetleg milyen irányban szeretne tovább menni, vagy melyik receptet választja magának. Hiszen a recept ugyanaz, csak a főzés technikai eljárások egy kicsit. Az íze mennyiben változik szerinted? Az íze annyiban nem tud változni, bár némi kihatása erre is van, de most még jön a mártás. De ezt álljuk meg reformódon, mondjuk én teszek alá egy ilyen kis tányért, mondjuk egy ilyen kis díszítést is viszek bele. És akkor nézzük a mártást, ami rákerül. Ugye ennél az ételnél, jaj, tehát a reformételnél, azt használjuk föl, amiben sült a hal és amiben kevertük a rizst. Mert ehhez nincs más dolgunk, mint egy kis halablevet tenni, így, és egy kis tejszínnel, citromlével, illetve fehérborral összeforralni. Ez adja a mártásunk lényegét. A másik esetben pedig így, és ezzel össze is lehet forralni. Gyönyörű, sóbors. Ezzel fűszerezzük, és szépen így ráöntjük a halunkra. És hihetetlenül finom, hihetetlenül guszta ételt kaptunk. Gyorsan, még megmutatom a másikat. A másiknál pedig ugye fogjuk az olajat, megmelegítjük egy serpenyőben vagy egy lábasban, hozzáadjuk a lisztet, tehát egy világos vajas rántást, illetve világos olajos rántást készítünk, elhabverőzzük, majd pedig ugyanígy járunk el, csak hát itt a liszt elég rendesen jelen van, és ez fogja besülíteni a mártásunkat. A másik esetben pedig a mártás önmagát sülítette. Tehát ebben az esetben pedig így néz ki az ételünk. Így. Lehet, hogy egy kicsit drasztikusan mutatjuk be a kétfajta étel a különbséget, de el tudják önök dönteni otthon, hogy vajon melyik a gusztusosabb, melyik az ízlésesebb, és hát testünknek melyik a finomabb. Melyik az, ami igazán jól esik. És ha már a receptekről van szó, itt most kétféle receptet láttak még akkor is, hogyha egy ételt készítettünk el. Küldjenek nekünk recepteket, hiszen a legjobb receptek beküldői megkaphatják a Receptklub receptgyűjtemény második kötetét. Arról nem is beszélve, hogy van nekünk tejszínes receptbajnokságunk, ahol október 18-áig várjuk a recepteket, de ez még kevés. Kérjük önöket, hogy nevezzék el saját receptjeiket, amiket beküldtek. Mit tudom én, édesanyám hófehér pitéje, vagy nem tudom, bármilyen nevet mondhatnak. 21-én lesz a sorsolás, a legfantáziadúsabb van elnevezett receptek beküldői között kisorsolunk egy mindentudó házi robotgépet és egy tejszínes kosarat. Úgyhogy küldjenek nekünk recepteket, kitűnő recepteket, ezt az ételt pedig készítsék el, hogy döntsék el, melyik a finomabb, melyik jobb a testüknek. Minden jó, köszönöm. Reformételek is lehetnek, nagyon finomak édességek, desszertek, mert hogy csinálunk legközelebb egy... Most én borogatok, tartsanak velünk! Beszélsz. Gyümölcs felfújtat!
Ételeinket tramontina edényekben sütöttük és főztük finomabbra. Knorr Delikát. Minden ízben siker. Szép jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Ez itt a Gasztronóm. Bár a Lazacban vagyunk, mi azért egy másik halat szeretnénk elkészíteni mai napon, méghozzá egy klasszikus rakott pontyot. Bizony-bizony egy tejfölös rakott pontyot fogunk készíteni, mert nagyon sok kedves nézőnk mondta, írta, hogy a szalonna irritálja a gyomrát. Nos, ezért most kihagyjuk belőle, tejfellel, sajttal készítjük el a rakott pontyot, mégpedig egy ponyfilét, amit Tamás be fog írdalni, azaz szálkátalanítani fog. Igaz, a szálka bent marad, csak olyan kicsire van összevágva, és nem is mondom tovább. Tetszenek hallani, ahogy roppan? Két sor szálka van a ponyba, ezt a két réteget gyorsan átvágjuk, és akkor már könnyen fogyasztható, fogyaszthatja kicsi, nagy, gyerekek is, mert így már nem veszélyes. Nos, de ne járjon a szám, mert nem lesz kész a Tamásnak a hozzávaló. A burgonyát héjában meg kell főzni, megtisztítani, és utána majd karikára fel fogjuk vágni. De a rakott ponyhoz félfőre vágott hagymát, paprikát fogunk tenni, és ezzel fogjuk betakarni, hogy az ízek még finomabbak legyenek, és még kellemesebb legyen ez a ponty. Mint közben fűszerezek, hogy azért ezt vadul is fűszerezel. Az olaj melegszik. Igen. Sóval, borssal. Robi, hova tetted a fűszerkeverékemet? Na azaz, azt kellene nekem most. Jó, fűszerkeverékkel, fűszerkeverékkel még azt is teszünk rá. Rátesszük természetesen, hogy nagyon-nagyon kellemes, gazdag ízű. Természetesen minden édesvízű hallal ki lehet próbálni ezt az ételt. Én azért választottam a speciál a pontyot, mert nekem az a kedvenc édesvízű halam. Laci bácsi, de hogy vagy ebben? Én, ami hal, az mind kedvenc. Így lehet ponty, harcsa, csuka vagy kecsege, de inkább a szálka nélküli halakat kedvelem én is. Tamáskám, a füstjelek megvannak, úgyhogy már is süthetünk, főzhetünk, keverhetünk. Ezt én így át is adogatnám akkor szépen lassan. Egy kis liszt bemártás után nem tuningoljuk bele, csak hogy pörzsanyagok képzése miatt liszt bemártjuk a halacskát. Úgy, és már is. Csak azért tetted ide nekem, én tudom, Tamáskám, hogy én kezem is halas legyen, de semmi probléma, tudom. Összedolgozok, mert ez egy négy kezes étel lesz. Természetesen, akinek otthon nem áll rendelkezésre négy kéz, két kézzel is meg lehet oldani. Kicsit tovább fog tartani. De természetesen így jó van. Munkához egy idő kéz, kell. Kéz, persze. Hosszhoz meg még több. Még több. Úgy van. Tehát elősütjük a halacskát, nem sütjük meg teljesen, csak épp, hogy egy kis pörzsanyagot kapjon. Ez azért kell, hogy még kellemesebb legyenek az ízanyagok. Azt mondja, hogy van, volt itt nekem mindenféle fajta, már nincsen. Na mindegy, megpróbáljuk úgy. Tamás, nem tudod földobni, ugye? Nem, ez a maximum hangulatot lehet földobni, mert most az jelen esetben lehet, hogy össze-vissza fölcsökölne minden. Robi még nem annyira kedveli az olajfürdőt, nekem azt mondta legalábbis, úgyhogy ezt most nos, kihagyjuk. Így a hal már el is elég készült, csak tényleg elősítés szírjából történik. A paprikát összevágjuk, ettől egy nagyon kellemes ízzamat anyag lesz majd, ha össze fogjuk pirítani. Nem maradt más hátra, mint hogy elkezdjük zakosgatni. Így van. Tamáskám, akkor én már vágom is a burgonyát. Hosszú tömött sorba, a kiolajozott serpenyőbe, jénaiba, tálba beletesszük a burgonyát szépen. Vágj, én is egyet addig. Vágja, tessék. Csak azért, hogy az ízek még jobban összeforjanak. Így belerakjuk a burgonyát szépen. Elég és mehet rá a halacska is. Halacska. Ops, gyere, halacska. Így, né? Fűszerkeverék benne van, ízesítve megvan. Jó, és akkor már is visszarakom a serpenyőt. Úgy, né? Eljutottunk, és abba a serpenyőbe, amiben elősítettük a halat,
tehát amiben már egyszer a halnak az íz anyagai benne vannak, abba fogjuk megpirítani a hagymát, éppen csak üvegesre, egy kicsikét, és utána rakjuk hozzá a paprikát, az egészet meg rá fogjuk tenni a halnak a tetejére, remek étel fog itt elkészülni, tehát sokan kérdőjelezték azt, hogy miért csinálunk ennyire extravagáns dolgokat. Természetesen ilyen ételeket is tudunk csinálni, ami nem annyira kirívó a hagyományos magyar ételeknek megfelelő, és mégis roppant egyszerű. De azt mondom, hogy miközben itt még vágjuk az alapanyagokat, vagy nézőinknek azt javaslom, hogy vegyék elő papírt, tollat, és őrizzék fel a hozzávalókat. Gyönyörű. Már önmagában is gyönyörű, és milyen finom lesz. Nos, én jobbal, már... Jobbal, ballal. És tejföllel természetesen, ezzel a sejmes, bársonyos tejfellel. Nos, akkor rátesszük a burgonyát. Én rakom ezt. Rakd a burgonyát, én meg keverem a tejfölt. Ígyni. Tejfelt egy kicsit elkeverjük. És ha a burgonya rajta van, akkor jó kedvel, bőséggel, gazdagon rátesszük a tejfölt. Tamáskám egy kis reszelt sajttal pedig megkoronázzuk ezt az ételt. Szép pirosra megsütjük. Legvégül rászolunk még egy icipici sajtot, és már nem marad más hátra, mint berakjuk a sütőbe, és ott gyönyörű ropogósra sütjük a tetejét. Mosolygós pirosra. Készen is vagyunk. 20 perc sütés után elkészül a remek mű, és nincs más hátra, mint jó étvágyat kívánni. Fogyasszák el. Jó étvágyat, viszontlátás, legyen szép a napjuk. Delikát. Minden ízben siker. A műsorban is a Danone tejföl a garancia arra, hogy a főztőbb sikert talál. Ételeinket Tramontina edényekben sütöttük és főztük finomabbra. Hát Andris, nagyon szépen köszönjük, egész napi hihetetlen keveréseidet. És maradjbéglit is keverjél még én nekünk. Most már és holnap is lesz laza, cú, de hangos. Természetesen Kálmánnal és velem. És Nórával. Most pedig zárásképpen ismét a színpadon a Back to Black viszontlátásra. Sziasztok! Kacsa máj és fűszerezett különböző zöld fűszer, rozmarin krémmel. Én addig egy kis köretet is készítek hozzá, ami egy héjában főtt burgonya, megreszelve, stircelt burgonya lesz, tojással, liszttel, fűszerezve, mert a kacsamájhoz azért kell egy kis köretet enni, mert magában úgy tömény lenne, hogyha ezt csak úgy fogyasztanánk. Nagyon-nagyon összetéveszthetetlen a kacsamájnak az íze, tehát külsőre azért nagyon hasonlít a libamájra, de viszont ha megkóstolja az ember, akkor nem lehet összetéveszteni, mert nagyon-nagyon finom és jellegzetes ízanyagokat tartalmaz a kacsamája. És ugye koleszterinmentes, én is ehetek bele. Ezt nem mondanám ilyen határozottan, de még mindig jó. Tehát egy nagyon-nagyon könnyű étel és nagyon-nagyon finom étel. És ez erre gondoltam, Tamáskám. Mustmártás, hát az pedig egy nagyon nehéz, ugye? Egy nagyon nehéz a mustmártás elkészítése. Must, keményítő, gyömbér, méz, és mi szemszájnak ingere benne van, két tojásocska. Ugye nem felejtették el a kedves nézők, amikor mondtuk, hogy a tojást mindig meg kell mosni. Mosott tojást szabad csak felhasználni. Tehát, májak benne vannak az olajban. Sül és sül. Fölhúzom addig a serpenyőt. Igen, az nagyon jó lesz, ha fölhúzod a mustot, meg a serpenyőt. Nagyon szép füstelt, tiszta. Hát ez még nem érett, az a must, ez csak frissen indul. Ez tegnap ez a must. Tegnap szüretelték ezt a mustot, úgyhogy teljesen kiváló.
A borászat nevét most nem mondanám, mert reklám értékkel bír, de higgyék el nekem, hogy tegnap szüretelték, és nagyon-nagyon friss, és nagyon-nagyon lehet is bele, már is. Lehet is bele. Jó, jó. A mustba beletettük a szőlőt, ebben átforraljuk, és elszaladtam gyorsan egy kis lisztért. Azt mondja, hogy amint felfort, természetesen cukrot nem rakunk bele, Isten őrizen, hogy ebben nagyon finom mustban még egyéb cukrot rakunk, mert a mustnak a cukortartalma már magában is elegendő. Egy másik serpenőt előveszek. Még itt a négykezes is kevés. Parancsoljon, séf úr. Már is elkészült a balhé. Elvettem. Keményített. Igen, szervai csere ott, és már készül is ez a remek étel. Egy kis keményítővel sűrítünk minden esetben. Egy pici friss gyömbér, aki nagyon szereti, most már egy pici gyömbér, ha beleteszünk, belecserkészünk egy kis mézet, hogyha szükségeltetve nem volna elég édes a must. Ezt hozzátesszük, besűrűsödik, és már tálalhatjuk is, hogyha a kacsa má is úgy gondolta. De még hogy mi hogy gondoltuk? Tehát abból a zsíradékból, ami a kacsa májából kijön, abból teszünk a burgonya alá, és ebben még fokozzuk az élvezeteket. Tehát a kacsamájnak az ízanyagai visszaköszönnek a köretben is, és így lesz teljesen harmonikus az étel. Na, hogy önök is meglátassák, hogy mennyire lesz harmonikus, és mennyire lesz nagyon finom, ahhoz most egy picikét várni kell. Én addig meg fogom sütni a köretet. Önöknek pedig azt javaslom, hogy most vegyenek elő tollat, papírt. Igen? És ceruzát természetesen. Csak figyeltem, hogy mindent elmondod, de mert itt a must közben egy kicsit megszédülhet az ember. Nos, hagyj menjen akkor az írás. Szép, piros, mosolygós, ropogós, na megsőt, Tamás, ez valami fantasztikus. Olyan jó megsütötted. Jó volt az alapanyag, Laci bácsi. Na hát ez jól esett, megmondom. Tehát kölcsönösen megdicsértük egymást. Úgy van. Nézzének is, azért tényleg azt mondom, hogy ha ilyen, akkor abból meg gond nincsen otthon. És megmondom őszintén, ezt önállóan is lehet ám így fogyasztani, ha nincs hozzá kacsamá is, egy kis jó, sejmes, bársonyos tejföllel. Majd nálunk még az is szokás volt, ilyen korszüret táján, hogy kemény szilvalekvárt tettek rá, és a szilvalekvárral együtt fogyasztottuk mi gyerekek. Nagyon gyorsan elkészíthető desszert volt, úgyhogy most egy sok variástal kapott a kedves néző, Tamás által, hogy ilyen szépen megsütötte. A szőlő is, a szőlőmártás, hát kérem, Picasso nem festett ilyet. Adom már is, séf úr. Ne bántsam már, Laci bácsi, most miért kell mindig szavarba hozni? Hát most tessék, olyan szépen, az is baj, hogyha megdicsérem, olyan szépen, esztétikusan, gusztusosan megcsinálta, hogy be kéne fejezni akkor. Megmutassuk a nézőknek, vagy én már is vehetek és megkóstolhatom. De azért mutassuk meg a kedves nézőknek, ha leírták a receptet, és ilyen szép mosolygósra megsütötték, elkészítették, akkor jó étvágyat kívánunk hozzá. Jó étvágyat kívánunk, legyen szép napjuk. Knorr Delikát. Minden ízben siker. A műsorban is a Danon tejföl a garancia arra, hogy a főztőbb sikert van. Ételeinket Tramontina edényekben sütöttük és főztük finomabbra. Szeretettel köszönjük kedves nézőinket, a mai feladványunk, receptünk, amit önöknek megmutatunk, az egy fantasztikus reform gyümölcs felfújt. Pontosan, és hogy miből is áll ez a felfújt és mitől lesz reformáros, kiderül. Tehát egy kevéske vajat egy keverőtálban kihabosítunk, hozzáadunk 3 tojássárgáját, és ezzel is elhabverőzzük. Ezek után, amit még fogunk hozzá használni, az egy különleges liszt, ami rozsliszt vagy tönköly búzaliszt. Te tudnak ehhez a recepthez felhasználni. Ennek a lisztnek az a lényege, vagy szójalisztet. Vagy szójalisztet. Ez speciál szójaliszt, aminek olyan az íze,
hogy azt tudnám hasonlítani, mint a darált kekszmorzsának. Tehát inkább ezt tudnám hasonlítani, és ízében is, tehát remekül felveszi az édes ízt, és így tudjuk használni, hiszen magas rostartalmú és könnyen emészthető. Tehát amikor elhabosítottuk a tojás sárgájákat a vajjal, akkor hozzáadjuk, mert az még nem elég habos, igen. Nem elég habos, csak annyira zörög, azért akartam értem. Vedd kézbe az ügyet. Tehát akkor adjuk hozzá, amikor habos, tehát a szójalisztet. Fűszernek mit is akartál ajánlani? Hát például, hát édességről lévén szó, teljesen meglepő fűszert. Mit vonál egy kis vaníliához? Ó, hát nem is a rossz ötlet. Tehát a vaníliát, annak is a rúdját az ismert módon fogjuk természetesen félbevágni, majd kivenni belőle a mersejét. Ezt gondolom már mindenki tudja. Így. Azaz. Egyébként a liszt helyett, tehát amikor helyettesítjük a desszertekben a lisztet, akkor ezt mindig ugyanúgy, mint ahogy a liszttel készülő desszerteket ki kell próbálni. De sokkal könnyebb egyébként, én azt tapasztaltam, mi azt tapasztaljuk, hogy sokkal könnyebb elkészíteni akár szójalisztből, rozslisztből, réteslisztből a desszerteket, ugyanis sokkal nagyobb a minősége jelen pillanatban, mint a, úgy mondjam, hogy hagyományos liszteknek. Tehát gondolok itt a BL55-le, azaz a finom lisztre. BL55? Hát ez a... Hát ez úgy hangzik, mint egy amerikai csodafegyver. Nem, ez a neve. De viszont remekül kihabosodott. Most hozzáadjuk akkor szépen a lisztet. Így. Valamint adunk hozzá egy kis mézet. Így. Ezt egy kis vízzel elkeverhettük volna. Azért nem kell, tehát azért jó ez a sűrűség. Igen? Mert most fogjuk hozzáadni a tojásfehérje felvelt habját, amit már is hozok. Ugyanis betettük a hűtőbe, hiszen már ez is van. Ez jó kemény. Na most, hogy ne törjön össze ez a hab, először is a masszánkat a tojásfehérje hab felével fogjuk fellazítani, így. És a másikat pedig elkeverés után fogjuk hozzátenni, így megmarad az állag, és könnyebben, jobban fel fog jönni majd a sütőben. Mert ha egyszer adtuk volna hozzá az összes habot, akkor valóban így összetörtük volna, mire kisimult volna a masszánk. Jó, addig és ezen igazad a... van, és tudja. Ezen a tányéron addig idejövök, elkészítjük a díszítést. A díszítés a következő lesz. Mindjárt. Ott magát, hogy is fogjuk tálalni, amíg majd megsül. Akkor adhatom hozzá a... Igen, légy szíves. Bocsánat, még egy kicsit itt a habot még hozzáadom. És akkor ezzel szerintem váltsál, mert ezzel a habverővel viszont, meg azért van ilyen alakja, tehát azért ilyen, ezzel nem lehet mártás keverni. Ez tipikusan a tojásfehérje és a tejszíjabb hozzáadásához való, ugyanis ezzel nem töröd össze. Igen, pontosan így lehet keverni. Gyönyörű. Szóval visszatérve a díszítésre, ha esetleg van otthon bármilyen formát használtunk, ez most éppen egy borsörlő, ennek én levettem itt a tetejét, és mivel ez úgy néz ki, mint egy virág, ezt fogjuk felhasználni motivumnak. Haló. Tehát ide letesszük ide a tányérra, szépen, és akkor elkezdjük a porcukorra meghinteni. Így szépen. Itt van akkor az első virágunk, ide tesszük a második virágunkat. Persze sok mindennel kísérletezhetünk, mert ha mondjuk ide teszem ezt a húsvillát, akkor itt meg lesz egy húsvilla. Ha mondjuk ide teszek egy ilyen... Hagyományos villát, akkor így is lehet csinálni. De egyébként, amit én legjobb, ez most nem sikerült, amit én a legjobban szeretek és a legérdekesebb, az például a telefonnal való díszítés. Tehát itt teljesen, és akkor itt lesz egy ilyen kis mobil forma. Ez a kedvencem egyike. Jó. Csak nehogy felhívják ilyenkor önöket, mert akkor elég érdekesen nézzünk ki. Jó. Na, a formáink viszont ugye ki vannak vajazva. Igen. Ezek aljába először is belehelyezzük a gyümölcsöt. Igen, parancsolj. Bármilyen, tehát itt most a gyümölcshez használunk sárga barackot, őszi barackot, körtét, vagy éppen magozott medgyet is használhatunk, vagy szilvát, mondjuk annak úgyis szezonja van. Ezt beletesszük az aljába, illetve a tetejére is hagyunk díszítésnek. És közben különböző motívumokat tudunk ide is bele csempészni. Azaz. Ezt meghagyunk díszítésnek? Hát ez díszítésnek, igen. És akkor jövök ezzel a masszával, és szépen óvatosan beletöltögetjük. Azt még elfelejtettem elmondani, hogy közben egy kis vajjal, vagy sütőmargarinnal, az még jobb hozzá. Azzal ki van kenve a kis kentük formán. Így. Hát ez annyira jó lett, hogy ez egyre lett elég. Most ha az alját megdíszítettük, akkor a tetejét is megtudjuk például. Szépen. Akkor viszont vehetsz ki ebből. Jaj. Ez kicsit hangos volt. Így mondjuk, még mondjuk ide teszünk egyet. Ezt önökre bízzuk, tehát bármilyen motivumot, formát ki lehet belőle hozni. Kisza.
Igen. Érzem. Már az illatokat már érzem, tehát valószínűleg elkészült. Gőzmentes sütőben 180 fokon körülbelül egy olyan 16-18 percig sütjük, mindaddig, amíg följön egy kicsit ez a massza, és jaj, hoppá, te most majdnem belebotlottál a kamerába. A hőmérséklete az... Még ha szűk lenne a konyha, azt mondanám, oké, de ennél nagyobb nem hiszem, hogy már lesz. Ezt majd mi kisütjük, mert természetesen ez is el fog kelni. Igen, és akkor nézzünk egy borítást, ami abból áll. És fogjuk, ezt megfordítjuk. Olyjaha! És szépen rátesszük. Íme. És ezek után nincs már dolgunk, mint hogy ráhelyezzük a tányérra. És amit te elbűvészkedsz vele, addig nézőinket természetesen beavatom a nagy titokba, várjuk receptjéket, küldjék azokat a legjobb receptek beküldői között, kisorsolhatjuk a Receptklub receptgyűjtemény második kötetét, és természetesen továbbra is érvényben van a tejszínes receptbajnokság, küldjenek nekünk tejszínes recepteket, de ne felejtsék el azoknak nevet adni, adjanak nekik fantáziadús neveket, mert hiszen október 21-én a legfantáziadúsabb fantáziadúsabban elnevezett receptek között kisorsolunk egy csodálatos mindentudó turmixgépet, illetve egy tejszínes kosarat, és ne felejtjék, írják rá a borítékra, tejszínes álom. Itt az étel pedig gyönyörű lett. Cukros álom. Én egy kis mézzel még díszítek. Jaj. Cukros álom. Tessék, ezzel is készült. A többit az önök fantáziájára bízzuk, úgyhogy tartsanak velünk legközelebb is. Minden jót. Viszontlátás. Viszlát. Legközelebb, ha velünk tartanak, hölgyeim és uraim, akkor ebben a kitűnő konyhában egy csíragombócot fogunk elkészíteni szezám magos bundában. Tehát egy fantasztikus reformétel ismét az önök asztalára kerülhet. Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Receptklubban. Reformételeket készítünk ezen a héten Lázár barátunk segítségével, aki kitalált nekünk már egy fantasztikus reformételt, ami a jövő fejre forrását is jelentheti. Igen, mert itt találtuk benne, meg ebben a kis növényben, ami a csíra. Bizony, ugye? Bizony. Egy kis csíra, így néz ki. Látszik ez így? Sanyi, itt van Sanyi, megmutatjuk Sanyinak. Tehát ő a buzdacsíra. Íme. És a belőlük ki, a csíra és a belőlük kirövő hajtások fantasztikus sok fehérét, ásványi anyagot, vitamint tartalmaznak, melyek komoly tápanyagforrásaink lehetnek a jövőben. Jaj, tehát veszünk egy jó gépet, vagy egy jó kést. És az a lényeg, hogy ezt a csírát ilyen püréssel pürésítjük, mint az itt látható edényben van. Ezek után hozzáadjuk a petrezselymet. Petrozilikum. A foghagymát, és az erős paprikát, melynek megmondjuk őszintén, hogy az erejét kivágtuk, és csak egy ilyen nagyon picit lesz ilyenkor erős a paprika. Éppen pikásan. Hozzáadjuk még a sárgarépát, így, valamint hozzáadjuk a vörös hagymát, és ha a vörös hagymát is hozzáadtuk, el fogjuk az egészet kutterolni, turmixolni, illetve hát finomra fogjuk vágni. Na most pedig akkor adjunk neki. Ki ne jöjjön. Hát ez a mozzanat nem túl hosszú mozzanat. Addig kell készít, vagy addig kell kutteroljunk, amíg az egész egy ilyen pürés állapotban nem kerül. Még egy kicsit azért adunk neki. És már is elkészült. Ilyenkor ezután levesszük szépen. Így, ezzel a mozdulattal kinyitjuk, és a belsejét kitesszük egy keverőtálba. Belerakjuk. Igen.
adok neked egy segítséget, egy kanalat. Karacsony. Tehát rendkívül vitamindús, illetve ásványi anyagokban gazdag gombócokat, labdákat fogunk ebből készíteni, hiszen ezek után adunk hozzá egy egész tojás. Így. Hoppá, hoppá, ez a héja volt. Azt azért ne adjuk hozzá.